boldogság, elégedettség, egyensúly, öröm, ezekért az érzetekért egy dopamin nevű hormon felel. Nagyon jó, ha sok van belőle, viszont ha rosszul gazdálkodunk vele, akkor az egyensúly az agyunkban megborulhat. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Kezdjük! Hölgyeim és uraim, a Kimondó stúdiójában itt van velem Gilányi Attila, mentálhigién és szakember. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. El. Köszönöm a meghívást. Fú, de izgalmas epizód következik. Hát igazából nagyon szerettem volna veled beszélgetni, mert úgy érzem, hogy az a dolog, amiről most beszélgetni fogunk, az engem is érint. És szerintem nagyon sokakat érint. És ez nem más, mint a Hát nevezzük el most az epizódot dopamin függőség, vagy olcsó dopamin, vagy azok a rövidtávú örömszerzések, amik ö, ilyen csöndes démonként lopják a drága óráinkat a, a, a napunkból. Ö, beszéljünk erről, hogy mi az a dopamin, és mi az a dopamin függőség. Lopják az óráinkat, meg lopják az életünket. Pontosan. Köszönöm még egyszer a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek. Szitok lett... És én azt gondolom, hogy a dopamin az nem olcsó, hanem rendkívül drága, mert egy olyan agyi ingerület átvívő hormonról van szó, ami azért felel, hogy a várt jó, a vágyakozás megérkezzen, egyfajta izgatottságot ad, egy olyan örömöt, ami a cselekvés pillanatát egy jövőbeni, Beteljesedésért feláldozza, és, és úgy áldozza fel, hogy közben egy folyamatos izgalmat ad. A, a dopaminnak a működését a legegyszerűbben a hétköznapi ember életében a karácsonyi várakozással lehet leírni. Készülünk rá, és akkor és akkor egyszer csak ott van az ünnep. Eljön a karácsony, és ugye mi történik december 27-én? Mi történik? Jön egy gyász. Uh -huh. Jön egy Kiűrülés, jön egy hiányérzet, jön egy valaminek a vége, az elmúlásnak, és akkor ott az emberek egy kicsit még ráhangolódnak a szilveszterre, elkezdenek újévi terveket szőni. De milyen érdekes, hogy ott van a január, meg a február, és a január az a végtelen hosszú sötét hónap. Na most nem eltérve a dopamintól, de én nagyjából ebben látom, hétköznapi értelemben a dopamin szerepét, és ebből így a 21. század harmadik évtizedére eljutottunk oda, hogy egy teljesen instant, azonnal kérem függőségé alakult át. És ugye hormonból rengeteg van az ember szervezetében, és van négy, ami az örömért felel. És ebből ugye az egyik a dopamin. De van még szerotonin, van endorfin, meg van oxitocin. És ezek különböző formában szerepelnek az örömért. És valójában az ember élet az ezért a négy hormonért való harcként is tekinthető. És amint egyfajta tevékenység, mondjuk a social médiának a pörgetése, vagy a pornónézés, vagy akár felesleges hírolvasás, vagy teljesen felesleges e-mail olvasás. Tehát, hogy menedzserek világában mi történik, nem az van, hogy azért, mert van egy telefonom, azért én könnyen elérhető vagyok. Ez volt a 90-es évek végén. Most az van, hogy nekem lefekvés előtt még meg kell néznem az e-mailjeimet, reggel megnézem az e-mailjeimet, és igazából, hogyha nem néztem meg az e-mailjeimet, akkor jön egy érzés, jön egy hiányérzet. És ez az, amikor a szervezet elkezd a dopaminért sovárogni. Miközben ez az egész szépen elkezd kihatni a többi hormon termelődésére, és elkezdi az embert bevinni egy olyan csatornába, hogy ugye alapvetően a dopamin hiány, a tartós dopamin hiány, az depresszióhoz vezet. Ez ma már egy, 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 kimondott dolog. De az összes többi életterületre kihat, és, és a teljes élet, az, hogy szerethető vagyok, az, hogy fontos vagyok, az, hogy biztonságban vagyok, az, hogy képes vagyok alkalmazkodni, tehát képes vagyok a változatosság, is. Nem csak megélni, de meg is alkotni. Meg még hozzá is tudok járulni az élethez. Ez az egész szépen elkezd elmúlni azért, mert az agy kattog a dopaminon. Az olcsó dopamin az, az pont itt okoz károkat, ha jól értem, hogy nagyon gyorsan jön, és nagyon gyorsan. Jön követi a gyászidőszak. Gyorsan örül. Tehát, Igen. Hogy gyakorlatilag ez a, a, az olcsó örömszerzés, vagy a dopaminfüggőség, ez a karácsonyi effektusnak, amiről beszéltünk, a másodpercekbe zárt Pontosan. eszenciája. Igen, és ez egy nagyon érdekes tény, hogy ha az oxitocint nézem, vagy a szerotonint nézem, ugye az, az oxitocin az a társas kapcsolatokban fellépő hormon ott alakul ki, ezzel is lehet egyébként termelni és előidézni, de mennyire csodálatos az, hogy a, hogy az anya szervezete a, a terhesség alatt elkezdi termelni az oxitocint, uh -huh. és annyit termel, ami egy jó esetben két évre elegendő azért, hogy mint egy ráprogramozza az anyát arra, hogy most a gyermekkel kapcsolódik, és előidéz egy olyan csodálatos társas szeretetet, amit a hétköznapi élet nem, nem feltétlenül hoz meg. Tehát ez egy, ez egy óriás mennyiségű oxitocin ebben az esetben. De nyilván a férfiakban is van oxitocin, szüksége van minden embernek a társas kapcsolatra, és ott van egy szabályozó, mint egy kicsi mikroszámítógép a, a vérünkben. Uh -huh. Hogyha ha a szerotonint nézem, a szerotonin az a hosszú távú örömről szól. Tehát... Pont nem arról, hogy, hogy egy pillanatnyi nagy impulzív boldogság, hanem az egyensúly a pillanatban való örömről szól. A dopamin pont a jövő öröméről szól. A szerotonin ennél fogva érdekes módon lassan termelődik, és nagyon sokáig tart. Tehát mondjuk, ha valaki szerotoninnal szeretné magát föltölteni, de nagyon jó a meditáció, nagyon jó a napsütés, nagyon jó a kirándulás. És utána sokáig meg vagyok elégedve. Tehát ezek, ezek csodálatos dolgok, és, és, együtt alkotnak egy egyént, ahogy már mondtam, tehát hogy nincs az, hogy csak az egyik, csak a másik. És akkor a függőség tulajdonképpen ott alakul ki, amikor rászoktatjuk a szervezetünket arra, hogy ezt a fajta örömérzést, vagy jutalomérzést, amit a napunk hétköznapi tevékenységeiből egyébként meg tudnánk szerezni, úgymond csúnyán mondva normális életet élve, ezt meg tudjuk kapni sokkal egyszerűbben is, ugyanezt az érzést, például azzal, hogy megnézzünk egy vicces macskás videót. Pontosan. És akkor itt borul meg a rendszer? A rendszer ott borul meg, hogy, hogy ugye ezek az anyagok, ezek egyrésztről folyamatosan termelődnek, bizonyos ütemben, több, többé-kevésbé, másrészt érzéseket váltanak ki, érzeteket okoznak, és mi nem az anyagra szokunk rá, hanem az érzetre. Uh -huh. Ugye a kábítószer függőknél ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a, az örömérzetet azt nagyon sokszor a kábítószer bármi nemű fogyasztása előtt már birtokában a kábítószernek elkezdik érezni. Na az a dopamin. Tehát ő ott a dopamint érzi. És ugye ez kábítószere válogatja, a, a, a kokain az, ami, ami abszolút a dopamin receptorokat birizgálja. Valami olyan hatásmechanizmusa van, hogy a, a, a dopamin nem tud felszívódni, tehát nem, nem találja meg a helyét, és úszik az agyban. Ugye maga az érzet az, ami a, a függőséget okozza. És a dolog problémája az az, hogy, hogy én hiába sóvárgok azért a, az izgatottságért, hogy legyen értelme, legyek motivált, egész nap legyek motivált. Emberek pörögnek reggeltől, éjfélig, és még, még mindig tele van energiával. Ez egy csodálatos dolog, hogyha valakinek ez természetesen működik de ha valaki ezt mesterkéten serkenti, mert ugye egyes egyének biológiai, kémiai összetevői között azért vannak hajszányi különbségek, szóval hogyha valaki ezt mesterségesen serkenti, akár kávéval, akár bármilyen szerrel, akár social médiával, akkor az élményt hajhásza, de a dopamin az elkezd fogyni, elkezd egyre kevesebb és kevesebb újra termelődni. És innen jön az a gond, hogy na most még mit tudok csinálni. Uh -huh. És valamennyi mindig termelődik, mert ugye táplálkozunk, és akkor vannak élelmiszerek, amiknek a hatására több termelődik. Eh, Fehérhúsok, eh, akkor azt hiszem talán magvag, de ezt nem kell példának venni. Egy biztos, hogy például van olyan táplálék kiegészítő, ami kifejezetten a dopaminnak a, az alapanyaga a, a tirozin. Ezt bármilyen fitnessboltba lehet kapni. Ő azt csinálja, hogy ad a szervezetnek egy olyan, olyan anyagot, amiből a szervezet dopamin tud előállítani. Viszont ez is veszélyes? Tehát, a tirozin? Az... Igen. Nem. De, Nyilván de, mi... erre nem lehet rászokni, Nyilván minden veszélyes. Vizet túl lehet adagolni. Uf, Tehát igen. lehet annyit inni. Tehát nyilván az embernek a, a saját józan eszére, meg esetleg a táplálkozási tanácsadójára van bízva. Dopamint túladagolni, tehát ha a dopaminből van túl sok, akkor az pont az a példa, amit itt, itt gesztusokkal mutattam, hogy, hogy ide nekem az oroszlánt is a legnagyobb kihívás, és már, már túl van egy ponton az illető. Már, már olyan dolgokat elkezd bevállalni, amik lehet, hogy az ő teljesítőképességén túlmutatnak. Ugye a dopamin hiányról, ahogy említettem, hogy a bánat, szomorúság, depresszió, a dopamin töbletnél, ugye a dopaminnak ilyen formán szüksége van egy tárgyra, amit elérhetek. Adott illető eltölti az egész napját a social médiába, reggel fel kell social média, televízió, minden egyéb, elvétve lát egy olyan tartalmat, amire én nem azt mondom, hogy, hogy butaság vagy hülyeség lenne nézni, mert vannak egyébként nagyon hasznos videók, de de órákat eltölteni akár olyannal, hogy, hogy do it yourself, hogyan barkácsoljál otthon, most ezt mondom férfi, hogy teljesen felesleges. Ő azt csinálja, hogy leül reggeli kávéjával, elkezdi pörgetni, és az ember onnantól kezdve nem tud annak határt szabni, hogy ez 5 perc volt, ez 15 perc volt, ez fél óra volt, közben ürül a dopamin az agyába, tehát egyre kevesebb és kevesebb van, és egyre nagyobb és egyre nagyobb ingerek kellenek ahhoz, hogy megtermeljék azt a mennyiséget, illetve azon mennyiség által megszerezik azt az örömet. És akkor innentől kezdve Gyönyörűen megérkezünk oda, hogy a, a, az ember teremtő képessége, az ember alkotó képessége az elkezd ketté válni, hogy van a kéj, mint a legfőbb beteljesedés, és van a Kín, mint a legmélyebb fájdalom. Az ember érzelem háztartása az először átalakult eh, olyan szinten mentális értelemben, hogy a világból milyen ingereket kaptunk. Mondjuk egyszerűen megváltozott a világ, másodszor meg szépen elkezdett átalakulni vegyi értelemben is, és pont ezek miatt, az ingerület átvívő anyagok eltolódása, arány eltolódása miatt kezdett az emberi értékrend is megváltozni. Akkor a dopamin koncepcióját most már nagyjából ismerjük, de viszont ez nem fontos lenne felsorolni néhány olyan tevékenységet, amik már a dopamin függőség határát súrolják, vagy akár kimondható, hogy ez már maga a dopamin függőség. Tehát mik azok? Beszéltünk itt a social media görgetésről. Szó esett a pornóról. Mi az, ami még dopamin függőségnek nevezhető? tulajdonképpen minden olyan cselekvésből benne van a dopamin, aminél valamilyen távoli eredményre számíthatok. Igazából önmagában a függőség szó, tehát hogy ami függőség lehet, az vonza magával a dopamént. Mert, mert mi az, hogy függőség? A függőség az tulajdonképpen azt jelenti, hogy annak ellenére, csinálom, annak ellenére akarom csinálni, hogy igazából az életemhez, a normál érvényesülésemhez, boldogságomhoz szükségem lenne rá. Tehát van egy olyan cselekvés, amit önkéntelenül végzek, akkor is, hogy éppen nem kellene csinálnom. Nagyon, nagyon érdekes, az egyik kolléga mondta, hogy ezeket a storikat, tehát a történeteket sem gyártani, sem pedig nézni nem fogja. Mondom, hát, hát miért? Az, az, elég fontos a közönséget számára. Hát azért nem, mert miért nézzek valakit, aki valahol máshol van, és valami mást csinál, amit én. És ezt így meghallgattam, és nagyon sokáig napokig dolgozott bennem, hogy valóban miért nézek egy embert, aki valami teljesen más helyen, teljesen más dolgot csinál, mint én abban a pillanatban, ahol vagyok. Ö... Tehát akkor a... Ez az, amire... Ö... Bocsánat, átugrottam ezen a függőség kérdésen, ja, félig meddig, de hogy ez, ez kapcsolódik ide. Tehát, hogy ugye, ha azt elfogadjuk, hogy minden nemű függőség mögött ott van a, a várt eredmény és a dopamin szükséges hozzá, akkor ugye megjelennek a sorozatok. Tehát, hogy ugye nem az a sorozatfüggőség, ami régen volt, hogy bekarikáztam az újságba, hogy lesz a Dallas, és minden este. És minden. Ha akartam, ha nem akartam, Dallas az hetente egyszer volt. Ha jótam, péntek este, és lehetett várni a Dallasra. Most mit csinálnak? most befizeti, előfizeti, letölti bárhogy, és leül a televízió elé, és azt veszi észre, hogy hajnali három van. Beülök egy étterembe, ül mellettünk egy pár. Mindkettő órákon keresztül benne van a telefonjában, de nem csak egy pár, hanem családok is egy asztaltársaságnak. A kisgyerek előtt megy a tablet, a mesével, a többiek pedig más tartalmakat néznek, telefonoznak, és gyakorlatilag elmegy az egész este és figyeljük a társammal, a párommal, a, a, a kollégámmal, akivel épülök, hogy ez most már 10 perce, most már 30 perce, de hogy föl sem néznek a telefonból, Hova vezet ez? Nem, nem szeretném tudni. A, ahova vezet, ugye van a pusztító című film stallone a Demolition Man, hmm. egy ketté társadalomhoz. Egy, egy olyan társadalomhoz vezet, ahol lesz egy réteg, aki tényleg fogyasztó marad, és lesz egy réteg, aki felismeri azt, hogy neki felelőssége van, nem csak a saját élete felett, de a világ felett is, és elkezde ezt az egészet áttransformálni egy értékteremtő világgá. Egy ilyen család esetében nekem a legkedvesebb gondolatom az, hogy két fél közül mindig az irányít, akinek nagyobb hatalma van a saját érzései felett. Tehát egy ilyen családból, hogyha egy valaki felismeri, és akkor ott vagyunk a rendszerelméletnél, és az az egy elkezd magánváltoztatni, akkor van esély arra, hogy a család elkezd változni. De ehhez egy valakinek fel kell ismernie a felelősséget, és mernie kell kimondani ezt. Ezek a dolgok, amikről beszélgetünk most, gyakorlatilag elkerülhetetlenek vagyis hát nagy részük elkerülhetetlen. Mindenki facebookozik, mindenkinek van már Instagramja, Mindenki néz sorozatokat. Mert itt akkor jön a következő, ez a FOMO, Fear of Missing Out, -a, vagy a félelem attól, hogy lemaradunk valamiről. Mert ha a munkahelyen ilyen. mindenki arról beszél, hogy ó, a trónok harca az menj, és láttad a harmadik évad is. Akkor úgy érezzük, hogy erről mi sem szeretnénk lemaradni, mi is szeretnénk részese lenni ennek a közösségnek, ami egy ügy kapcsán kialakul. Na de mi jó lenne megfogalmazni, hogy hol van ennek az egészséges határa. Mert hogy elkerülni nem igazán lehet, vagy, vagy, vagy hogy is mondjam, nagyon nagy kiszakadás kell uh, ahhoz a, a mai társadalmi uh, rendszerekből, hogy, hogy, hogy teljesen elkerüljük. De szerintem egészséges határt mindenképp lehet húzni. Hogy egyszer csak ébredjünk fel. És ennek ugye vannak különböző magaslatai, hogy uh, a... Minden ember, minden cselekvése mögött kettő motiváció állhat. Nincs, nincs más. Vagy azért cselekszem, hogy megéljem az örömet, vagy pedig azért cselekszem, hogy elkerüljem a fájdalmat. Aki képes arra, hogy bekorlátozza magát, hogy oké, okay, 15 perc. Ő egyébként hosszú távon Sőt, középtávon is arra is képes lesz, hogy már meg se nézem. Tehát megnéztem a social médiát minden nap két héten keresztül 15 percig, rájöttem, hogy nem jó. Nincs ott semmi, ami nekem kéne. Uh -huh. Ha belegondolunk abba, hogy a, hogy a dopaminnak a szerepe, feladata az, hogy a jelenben motiváljon minket arra, hogy a jelenből a jövőbe eljutva lesz egy eredmény. És ezt az egészet felgyorsítottuk, és használjuk ezt az anyagot a, a jelen boldogságára, ahelyett, hogy kiegyensúlyozottak lennénk, és örülni tudnánk a madácsi sergésnek, a napsütésnek, a folyó áramlásának, a hónak, bárminek. Ugyanígy van az égeneráció, aki végül is. Fölnevelkedett már elég korán a, a social médiát elérve. Ugyanígy van az alkotással is. Tehát mi, mi még el tudtunk menni egy munkahelyre úgy, hogy hát ha lesz valami értelme. És és nem álltunk föl az első olyan pillanatra, amikor valami nem, nem volt kellemes. Mert lehet, hogy azt mondták, hogy de hát fiam, ezt nem úgy kell csinálni. Összevonta a szemöldökét. Elkéstél véletlenül, és azt mondják, hogy nem illik késni. Ma kisétálsz az ajtón, ez, ez hülye, hát ez, akkor én kimegyek, mert akkor nekem ez nem, nem kellemes. Kacsi, megmondom ezt, hogy nem tudom, hogy ezt, ezt visszafordítani, hogy lehet. Az egyén szintjén viszont el lehet kezdeni. A saját példánk, saját példamutatással, a közvetlen környezetünkbe, annak a, annak a hírnek a továbbadásával, hogy nem véletlenül vagyunk mi a csúcsfaj ezen a Föld nevű bolygón. Az a feladatunk, hogy a, a jövőt felépítsük. Ki ki a saját szintjén, a saját szeretteinek, a saját gyerekének a, a név, a, a dinasztia fenntartása véget, hogy van egy értékben, ehhez szükség van a dopaminra. és ha mi eltékozoljuk, akkor ebből nem lesz semmi. Tehát ez a kis kérdés, hogy én most görgetem, vagy nem, ez, ez nagyon hamar elérkezik oda, hogy ez egy nagyon nagy kérdés lesz. Mi a nulladik lépése a kiútnak? Tehát ho ho hol kell elindulni ahhoz, hogyha valaki most ebben a pillanatban a tévéképernyők előtt felismerte önmagát, ebben a beszélgetésben, akkor mi a teendő, hogyha változtatni akar? Kérjen valamilyen segítséget, ha ő saját magán nem tud segíteni. Tehát, hogyha ha be tudja állítani a telefonját, vagy esetleg le tudja tenni a telefonját, akkor ez egy működőképes modell. Én egyébként a másik oldalon nagyon erősen tudom javasolni azokat a látszólag hétköznapi dolgokat, hogy Körülbelül egy órát töltök el a telefonnal, rendben, akkor körülbelül egy órát sétálok helyette. Tök tudatosan. Kezdj el az agyát etetni olyan dolgokkal, amik előre visznek. Uh -huh. Alkohol problémákkal küzdőknek szokott lenni az a javaslatom, hogy amikor úgy érzi, hogy most kitölti, akkor akkor állítsa be a telefonján az időzítőt 10 percre, és várjon 10 percet. És hozzászoktam tenni, hogyha 10 perc után még mindig meg akarod inni, akkor törsz ki. 95%-a az eseteknek azt mondja, hogy leszoktam az alkoholról. És rájön arra, hogy ja, az tényleg csak a pillanatban van. Abban a pillanatban, hogy a dopamin háztartás beáll a helyére, teret fog kapni, a szerotonin, és megjelenik az életben egy olyan örömérzet, hogy nekem nem kell rohannom, nem kell cselekednem azért, hogy boldog legyek, vagy értékes legyek, mert az, az itt van a pillanatban. És el tudják kezdeni az agyukat arra használni, amire teremtetett. Nem azért van az agyunk, hogy, mint egy termőföldként gyomot neveljen. Az működik, fogja csinálni, hanem Elkeznek rájönni arra, hogy mennyi minden van egy napban, mennyi minden tudok tenni, mennyit tudok szeretni, mennyit tudok alkotni, mennyit tudok adni. Vállalom a garanciát arra, hogy tíz nap, két hét alatt szignifikánsan észre fogja venni azt az eredményt, hogy felgyúlad a lámpa, hogy ahát tényleg. És a legfontosabb, amikor ezt meglépi, hogyha az a felismerés megérkezik, hogy mennyi időt pazarolt el az életéből, akkor mindenek előtt bocsásson meg magának, mert, mert felébredné soha nem késő. Attila, ez legyen a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos és hasznos tippeket és tanácsokat adtál azoknak az embereknek, akik öm, küzdenek ezekkel a dolgokkal, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Károly. Örülök, ha adtam valamit. Hölgyeim és uraim, a kimondó stúdiójában Gilányi Attila volt ma a vendégem, mentál higién és szakember. Ennyi volt már a kimondó, találkozunk jövő héten viszontlátásra.